Miske Janigó pszichológus, vártam a nézői telefonokat, ugye arról beszélgettünk, hogy is járunk el jól szülőként, hogyha dicsérjük a gyerekünket, vagy esetleg valamilyen büntetést róvunk ki rá. Kíváncsi vagyok, hogy a nézőink... A nézők mit csinálnak? Jutalmaznak, vagy büntetnek? Inkább a büntetéssel kapcsolatban kerültek elő kérdések. Például amikor indulat, illetve dükkitörések vannak, mit lehet ilyenkor csinálni? Ugye ez egy fontos szabály, hogy másban, illetve saját magában a gyerek kárt nem okozhat, de ezen kívül azért lehet opciókat ajánlani neki, segíteni azt, hogy hogyan tudja kezelni az érzelmeiket, hiszen ezt ők is ilyenkor tanulják, ez nekik is egy nehéz helyzet. Például lehet ilyenkor azt mondani, hogy lehet dühösnek lenni, tehát hogy az nem baj, hogyha dühös, de mondjuk bemegyünk a szobába, ott egy nagy pár nap püföld, vagy azt is lehet, hogy akkor azt mondjuk, jó, akkor egy percig mondjuk kettennek járunk toporzékolni, mert mozgunk és ezzel leadja a feszültséget, vagy bekapcsoljuk mondjuk a kedvenc számát, és akkor mondjuk arra táncolni egy picit, hogy akkor kijön a feszültség. És akkor amikor nálunk van feszk, akkor éppen nem figyelek rá tudatosan. És működik. Azért érdemes kideríteni azt, hogy mi az oka annak, utána, amikor van utána oka. Azonnal elkezdek vele beszélgetni, de akkor abban a percben, csak azért, hogy ő felhívhassa saját magára a figyelmet, ezt az örömet nem adom meg neki. Igen, más az, amikor figyelemfelhívás van, meg más az, amikor neki még nincs meg a technikája arra, hogy ő maga hogyan tudja ezeket kezelni. Tehát ő attól azért szenved, hogyha jönnek ezek az indulatok, és ő maga sem tudja, hogy mit csináljon. Erre azért érdemes mutatni megoldást. Akkor, amikor istizik, akkor nagyon nehezen jut be az információ amúgy is. Egyáltalán nem jut be. Kezdeni. Én először megpróbálom megnyugtatni, tehát abból a hisztiből megpróbálom kivenni. Van, hogy hosszabb ideig tart, de folyamatosan beszélek hozzá, próbálom megnyugtatni, megsimogatom, és olyan kis tündérjen kijön belőle egyébként. Ez jó, mert ott a kapcsolódás is érzi azt, hogy ettől még szerethető és elfogadott, hogy éppen most hisztis állapotban van. Sőt, nagyon szeretem, amikor kis pityerek is sír egy kicsit, annyira szeretem akkor is. Úgy sajnálom, de úgy szeretem. Hát igen, az apuka, a lányos apuka, ugye? Ma megjutalmazom, tessék. Akit megvett a lány. Ma megjutalmazom, mert nagyon, nagyon szép, és biztos jól viselkedett az óvodába. Az orhideát viszed? Nem, megyek érte az óviba, és ma szerintem elmegyünk fagyizni. Akkor apás program lesz. Na persze. Igen, ez meg azért fontos, hogy a pozitív-negatív érzelmeknek az arány legalább háromszor annyi pozitív élménye legyen az embernek, mint negatív, akkor lesz jó bármilyen kapcsolódás. Tehát, hogy bármennyire most inkább a büntetésről beszéltünk, de azért tegyük mellé ezeket is, mint például a közösen eltöltött idő. És az is lehet jutalom? Az a legfontosabb, igen. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm.